A programot annak a két héten át tartó projektnek a részegén tartották meg, melynek célja a gyermekek és szüleik megismertetése az egészséges életmód fontosságával. Az óvodában dolgozó óvoda pedagógusok szerint is nagyon fontos, hogy az ilyen jellegű programok szervezésekor a szülőket is bevonják a megvalósításba, hiszen jóval hatékonyabban átadhatók ezek az ismeretek az óvodások számára, ha a családból más is jelen van az eseményen. Az egész délelőttöt felölelő játékos programon belül az óvodai védőnő segítségével a gyermekek és szüleik megismerkedhettek az egészséges táplálkozás, valamint a helyes fogápolási módszerek rejtelmeivel. Az óvodai programok november 20-án a Ne felejtsd tagóvodában folytatódtak, ahol nyílt napot tartottak az óvoda pedagógusok az egészséges életmód és ökoszemlélet jegyében. Kiemelt feladatunk az egészséges életmódra nevelés és az ökoszemlélet, a fenntarthatóság az óvodába. Az óvonénik ezt próbálták most összekapcsolni ebbe a két hétbe. Az elmúlt héten a tapasztalatszerzésről szólt, gyógyszertárakba jártak a gyerekek, drogériákba jártak a gyerekek, sétáltak a városba, beszélgettek a testünk egészségéről, hogy mire van szükség, mozgásra, egészséges táplálkozásra, illetve volt gyógytorna a szülőkkel együtt itt a tornateremben a múlt héten, illetve a Siketek és Nagyothallók Egyesületének egy előadása, ahol a gyerekek megismerkedhettek a jelbeszéddel, illetve ezt próbáltuk összekapcsolni a földünk egészségével, hiszen ha földünk megbetegszik, mi is betegek leszünk, és ez a témának a záró projektje most a nyílt nap keretén belül, ahol a gyerekek ezt dolgozzák fel a szülők előtt. Az óvodások szüleik jelenlétében játékos formában ismerhették meg az egészséges életmód alapjait az ökoszemlélet jegyében, így fontos szerepet kapott az újrahasznosítás és a megújuló energiaforrások témája, fejlesztő játékok és eszközök segítségével.